Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok, ez itt a 10, amelyben 10 kérdést teszek föl meghívottamnak, aki ezúttal Spanyolországból beszél, Nemes Gábor, újságíró, szervusz Gábor. Szervusz, jó napot kívánok. Aki tényleg a félvilágon volt már tudósító, és azért is gondoltam, hogy beszéljünk, mert számos olyan probléma és kérdés van, frissek és régiek, új és még újabb válságok, vagy még régebbiek, amelyekről szinte mindegyikről van valamilyen személyes ismereted, tudomásod, tapasztalatod, de kezdek egy olyannal, amiről speciál nincsen. Igaz, hogy ez viszont közel van hozzánk, és te, mint külpolitikai újságíró, biztos, hogy tudsz erről is valamit mondani, vagy gondolkodni velem együtt. Ez a szlovákiai választások, és nem is annyira a szlovák belpolitika érdekel most, még csak nem is az, hogy most Orbán Viktor mennyire örül, vagy mennyire nem örül, maradjunk abban, hogy itt örül, hanem mindennek az európai következményeire vagyok kíváncsi, hiszen te Brüsszelből is hosszú évekig tudósítottad a Klubrádiót, ma is foglalkozol európai uniós ügyekkel. Szóval, hogyha Ficónak, aki megnyerte ezt a választást, sikerül kormányt alakítania, és azt a politikát folytatja, amit ígér, vagy ami az eddigi szövegeiből nagyjából kirajzolódik, akkor egy tulajdonképpen uniót sok szempontból bíráló, blokkoló, és ráadásul az ukrajnai konfliktusban Oroszországhoz közeledő szlovák kormány kerül hatalomra, ilyen értelemben Orbánt mégse hagyhatjuk ki, Orbán szövetségeseként, de hogyan hathat ez az Európai Unióra, hiszen azért csak egy 5 milliós kis országról van szó. Azt hiszem, ez egy kulcsmondat, szóval ők még nálunk is kisebbek, és azt hiszem, hogy a lehetőségeik ennek megfelelően szintén kisebbek, szóval nem csak külső, hanem belső korlátok is lehetnek, tehát például a koalíciós partner, a potenciális koalíciós partner Peregrini, az egyáltalán nem tűnik EU ellenesnek, pláne nem Ukrajna ellenesnek, és hát azért egy koalícióval nem tudod megvalósítani azt, amit választási nagygyűlésen a nép képébe kiabálsz. És nem is biztos, hogy akarja egyébként, szóval valószínűleg azért előtelebek Babis cseh ex-miniszterelnök sorsa, aki szintén megnyerte a választásokat Csehországban, aztán valahogy mégse tudott kormányt alakítani, és ebben azért jelentős szerepet játszott, azt hiszem, az Európai Unió. Mindenkinek ott van valahol ott a fejének a hátsó traktusába, hogy hát volt egyszer egy Berlusconi, aki egy igen nagy formátumú politikus volt már olasz mércével mérve, és azért amikor az Európai Unióval szembe került, és az Európai Unió úgy érezte, hogy most már tarthatatlan, akkor bizony meg tudta buktatni, és nem tudom, hogy ennek mi a technikája, és nem tudom, hogy milyen lehet a technikája a Szlovákiában, de az biztos, hogy egy szlovák miniszterelnök a játéktere sokkal kisebb, mint az első pillanatban látszik, és hát nagy kérdésekben nem jó szembe kerülni az Európai Unióval, mert annak könnyen az lehet a vége, mint Magyarországon vagy Lengyelországon, hogy akkor nem jön a pénz. És Fico ezt alig ha engedheti meg magának, meg nem is akarja megengedni, meg én azt hiszem, hogy Fico, most már kicsit a belpolitikánál vagyunk, egy egész más típusú politikus, tehát ő, hogy is mondjam, csak nagyon pragmatikus, ami azt jelenti, hogy ő bármire képes, és az ellenkezőjére is, és azért azt ne feledjük, hogy lehet, hogy Orbán a szövetségesének tartja, de például a Fico alatt mentek a szlovákok be az EU zónába, az eurozónába. Hát és éppen Fico alatt volt a szlovák politika talán a legmagyar ellenesebb. Hát ez a másik, igen. Tehát én azt hiszem, hogy Ficótból mindent ki lehet nézni. Nyilvánvalóan a napi hát érdekeit fogja szem előtt tartani, ehhez kellően populista, de van még egy szempont. Neki nagyon vigyáznia kell a hatalom megtartására, mert a hatalom elvesztése számára olyan hasonlóan fenyegetheti, mint Netanyahut, vagy most sincs kizárva, hogy Orbán, nevezetesen, hogy mindenfajta bűn és egyéb ügyek miatt bíróság elé kerül. Ezt neki el kell kerülni, ezért ő nem kockáztat. Hát akkor még egy másik választásra is térjünk ki, az még nem zajlott le, 2 hét múlva lesz Lengyelországban, és azt közelebbről ismered, hiszen te lengyelországi tudósító is voltál, ismered Lengyelországot, és
Hát ebben a régióban sokkal fontosabb ország, mint Szlovákia, fontosabb, mint Magyarország. Sokáig viszont ők voltak Orbán első számú partnerei. Bizonyos értelemben, igen, politikailag még mindig, de hát az ukrajnai háború ezt a közeli szövetségési viszonyt tulajdonképpen megszüntette. Szavakban még talán együtt vannak, de gyakorlatilag, sőt, még hát ebben a gabona import vagy gabona embargó ügyben az ukránokkal szemben együtt léptek föl, de hát ez egy részletkérdés az egészhez képest. Az lengyel politika alapvetően mást képvisel az ukrajnai háborúval kapcsolatban, mint a magyar. De hogy mi lesz Lengyelországban, akkor sem mindegy, mert vagy folytatódik ez az antidemokratikus, sok szempontból Európai Unió ellenes lengyel politika Kaczynszkijék vezetésével, vagy jön egy Európa párti, Orbánnal szemben is ellenséges, vagy legalábbis nagyon konfrontatív, liberális, konzervatív vezetés Lengyelországban. Nem tudjuk persze, és nem is hiszem, hogy akarsz jósolni, de akármelyik lesz az eredmény, az Európai Uniónak mi lesz itt a játéktere, hogyan tudja a lengyeleket részben bentartani, együttműködésre késztetni, és megtartani, mint az Ukrajnát segítő országok vezető erejét, vagy leghangosabb, és instrumentálisan, tehát technikailag eszközök alkalmazásában is legfontosabb partnerét. Hát az Európai Unió már ebben, akik benne van, tehát a jogállamisági problémákat azt ott ugyanúgy próbálják orvosolni, mint Magyarországon, nevezetesen visszatartatják a pénzeket, és vannak jogállamisági problémák, még akkor is, ha Lengyelország nem olyan, mint Magyarország, abszolút kettészakadt ország, ennyiben hasonló, de azért ott létezik egy nagyon erős ellenzék, amely például tegnap országosan legalább 1 millió embert vitt az utcára, és magába Varsóba is több százezren tüntettek, azért ez impozáns volt, még akkor is, hogyha ezzel egy időben egy nagy gyűlést tartott Kaczynszki, a jog és igazságosság párt, a kormánypárt vezetője. De ebbe az ország sajnos nem csak ketté szakadt, hanem, és ennyiben hasonlít Magyarországra, egy kicsit épp úgy a jobboldal, vagy a populista jobboldal médiafogságában van, mint Magyarország, mint a magyar médiafogyasztók. Ádám Misnyik, aki a szolidaritásnak és az átmenetnek, a rendszerváltásnak egy vezető alakja volt, ma azt a szót használta, hogy ha ez így folytatódik, és például a jog és igazságosság pártja, a jelenlegi kormánypárt hatalma marad, akkor hát bizony putinizálódik Lengyelország is, ami egy nagyon súlyos kitétel egy olyan politikustól, aki, mert ő azért politikus, noha csak formálisan csak egy újság, a legerősebb újság főszerkesztője is, aki hát végigcsinált egy-két nagyon komoly politikai kampányt Lengyelországban, és aki oroszlán részt vállalt abban, hogy ez az ország demokratikus legyen. Ha most úgy érzi, hogy Putyin nevét lehet emlegetni Lengyelországgal kapcsolatban, amely amúgy Putyin ellenes, már úgy értem, hogy Putyin Oroszország ellenes, az egy nagyon komoly dolog, és hallottam olyan, és olvastam olyan értékeléseket, hogy Lengyelországnak ez a fajta tovább sodródása egy ilyen tekintélyuralmi és hát EU ellenes irányba, az nagyobb veszély, mint akár a Brexit volt, mert hát a Brexitet úgy látszik az Európai Unió megemésztette, az nem tudjuk, hogy mi lesz Lengyelországgal. Egy viszont biztos, ez az egész rendszer borzasztóan személyfüggő. Ez egy kicsit azt hiszem már Szlovákiáról. A lengyel rendszer is személyfüggő, az is Kaczynszki függő, mint a magyar Orbán függő? Igen, igen. Tehát miközben persze, ha úgy veszük, az ellenzék meg Tusk függő, de a Kaczynszki függés az azért nagyon hát fontos, mert tulajdonképpen egy olyan hát istállót tart egybe, amely hát egybe tarthatatlan az ő személye nélkül. Magyarországon ezt nem tudom, hogy van. Magyarországon nincsen
önálló játékosok. Lengyelországban rengeteg önálló játékos, ám minden térfélen, akiket tényleg csak Kaczynski, illetve Tusk tud egybe tartani, és bármelyikük kiesése valószínűleg drámai változást jelentene a két tábor bármelyik. Ha már ezt a Kaczynszkitől való függést említetted, ugye az, hogy Orbánnak milyen hatása van a magyar politikára, pártjára, közvéleményre, hogy már-már szentként tisztelik a saját hívei, ezt láttuk, és mégis vannak hozzá a képességei. Kaczynszki ennél sokkal visszafogottabb, szerényebb, sokkal kevésbé szereplő, nem ragad meg minden alkalmat, hogy kiugorjon és valamilyen beszédet mondjon, vagy pálinkázzon a barátokkal, vagy hívekkel, vagy egyáltalán Orbán a nép közé is hajlandó menni, és a politika minden eszközével játszik, Kaczynszki viszont egy kifejezetten visszahúzódó alkat, nem igazán a 21. század embere. Mitől van mégis ilyen ereje, és miért függenek tőle a többiek? Pont ettől. Ő nem korrupt. Ő nem önmutogató, vagy legalábbis nem volt. Az azért választási üzemmódban ő is elképesztő dolgokat tud tenni és mondani. Ő egy... ha úgy tetszik, remete, akinek tulajdonképpen ez neki az egész imázsa, hogy őről a semmi olyasmit, amit a politikusokról föl szoktak tételezni, nem tételeznek föl. Ő egy macskával él tökéletesen egyedül valamilyen lakásban, se családja, se semmilyen szenvedélye nincs, tényleg egy teljesen puritán ember, ennek azért van súlya. Ennek van súlya, és hát ugye az egész súly, ami mögötte áll, az egész lengyel történelem, a bátyja, vagy a testvére, nem tudom, azt hiszem, az idősebb volt a legegy perccel, mert ugye Iker testvére volt. Szóval ezek mind olyan dolgok, amelyek hatnak Lengyelországban. Most ez egy másik dolog, hogy természetesen ettől függetlenül az ő rendszere is egy alapvető hazugságok, épül. Hát tipikusan ugye a migráns kérdés pont úgy használja, mint Orbán, miközben hát egyrészt ha a migráció létezik egy európai országban, az ukrajna, és ez egy pozitív migráció, bocsánat, nem, Lengyelország, azért mondtam Ukrajnát, mert ukránok vannak ott. Tehát a lengyel gazdasági csoda az ukrán vendégmunkások nélkül valószínűleg pont úgy nem valósult volna meg, mint a német gazdasági csoda, olasz, portugál, majd később török vendégmunkások nélkül. És a félreértésekkel kerül se véget, ezek nem a háború miatt elmenekült már ukránok előtte voltak, hanem előtte éveken át mentek át az ukránok dolgozni legálisan Lengyelországban. És maradtak. Ott millióról van szó, szóval nem kis számokról van szó. És hát aztán ugye ennek ellenére a migráns ellenesség az egyik nagy adó, miközben kiderült, hogy a legnagyobb korrupciós botrányt, amit rá lehet bizonyítani a kormánypártra, azt pont a migránsokkal követték el, nevezetesen adtak mindenfajta mindenkinek a világ legkülönbözőbb részén európai vízumokat, mert ugye aki belép Lengyelországba, az belépett a Schengen övezetbe, pénzért, méghozzá kenőpénzért. Na most ez egyébként egy olyan dolog lenne, amiben egy normál országban bárki belebukna, csak ebből a szempontból Lengyelország nem normál ország, mert a lakosságnak az a része, amelyik Kaczynszki hívő, az erről nem értesül. Ugyanis az a kormány tévét, a kormány újságokat nézi, kormány rádiót hallgatja, és ott erről egy szó sincs. Hát ez a putinizáció vagy orbanizáció folyamata tulajdonképpen a független média szétverése vagy visszaszorítása, határok közé kényszerítése, a független demokratikus intézményeknek megszállása igazságszolgáltatásért. Igen, megvan ennek a módszere, és ezt követik ugyanígy. De visszatérve az ukrajnai háborúhoz, mégiscsak az a legsúlyosabb, legélesebb kérdés ezekben az ember azt hitte az elején, ezekben a hetekben, na jó, ezekben a hónapokban, erre már több mint másfél éve folyik, és ki tudja, meddig tart. De minden esetre olyan súlyos kérdés, amit nyilván nem lehet lezárni egyik napról a másikra, se tűzszünettel, se hirtelen békével, és akármi lesz is a vége,
az biztos, hogy Európa fel kell, hogy álljon valamiféle védelmi állásba Oroszországgal szemben. Tehát akár maradnak az oroszok az elfoglalt területeken Ukrajnában, akár valamennyire vissza kell vonulniuk, akár melyik fél, akármilyen győzelmet fog mondani, az biztos, hogy Európa nem térhet vissza azokhoz az időkhöz, amikor hát, békében, barátságban, üzleti viszonyban állt Oroszországgal. Ez most már biztos, hogy nem jön, és a lengyelek állnak ennek a politikai irányzatnak az élén, de nem maradhatnak egyedül, mert egész Európa biztonsága attól függ, hogy Európa egységesen szemben áll le az oroszokkal. Ebből a szempontból akár Kaczynszki győz, akár Tusk, Lengyelországnak a kivételezett fontos szerepe megmarad Európában és a NATO-ban? Mindenképpen. Tehát ez egyébként nem is vita téma. Tehát az, hogy Lengyelország Oroszországgal szemben fegyverkezik, ez szerintem kétségkívüli. Van azonban egy másik elem, ami legalább ilyen fontos lehet távlatilag, és ahol azért a Kaczynszkék nagyon elgalopozták magukat. Ez a német ellenesség. Kaczynszki valószínűleg választási vagy érzelmi szempontokból, ezt most már nagyon hosszú ideje lovagolja azt, hogy mi itt nem csak az oroszoktól, hanem a németektől is függünk. Például Tuskot kifejezetten német barátnak állítja be. Próbálta orosz barátnak is beállítani, de hát azért az annyira nem ment, de megpróbálta. Tehát például a bátyja, tehát Lech Kaczynszki halálát megpróbálta, ugye lezuhant az ő nyakába varni, hogy eltussolták, hogy az orosz... Az ő nyakába varni, ami hát tényleg elég abszurd dolog, és ezzel mindig újra és újra próbálkoznak, noha mindig újra és újra kiderül, hogy ez nem igaz. Még a saját vizsgáló bizottságok is ezt mondta, de hát ez általában a tények nem szokták zavarni a politikusokat, ha hatalomról van szó. De ez, hogy a németekkel szemben Kaczynszki megpróbál föllépni, ez azért tulajdonképpen az ukrán ellenességét is hát kicsit megkérdőjelezi, vagy az orosz ellenességet és ukrán barátságát is megkérdőjelezi, mert Ukrajna egy civakodó, mondjuk egy német-lengyel ellentétel megvert Európai Uniótól nem sok támogatást remélhet. Lengyelország az abszolút egyedüli átrakodó helye most már a fegyvereknek, amik oda mennek. Szlovákia egyébként se nagyon volt, és most nyilván valószínűleg, ha jön egy Fico kormány, hát ez akkor még inkább valószínűtlen lesz. Tehát Lengyelország nélkül semmi sem megy, viszont Németország nélkül sem megy semmi. És most azért még valami történt, amire azt hiszem nem figyelünk oda. Ugye mindig abból indulunk ki, hogy az Egyesült Államok a legnagyobb támogatója Ukrajnának. Ma már ez nem igaz. Ma már, ha összeadjuk az Európai Unió és az Európai Uniós országok támogatását, az ma már nagyobb összegében, legalábbis a keretek, tehát nem minden van kihasználva még, de hát egyik oldalon se egyébként. Úgyhogy itt tényleg arról van szó, hogy ez egy új helyzet, amelyben az Európai Uniónak sok mindent át kell értékelni, és a németek nem esetne számukra könnyen, nagyon nehezükre esett, de át is értékelték. Tehát a német politika gyakorlatilag a világháború óta, de a szociáldemokraták, szabaddemokraták keleti nyitása óta mindenképpen az oroszokkal való, először a Szovjetunióval, majd az oroszokkal való hát kiegyezésre, megegyezésre, összefonódásra, megbékélésre épült. Abból kiindulva, hogy minél szorosabbak a kapcsolatok, annál kevésbé valószínű a konfliktus. Ez a politika hosszú ideig működött, nem lehet azt mondani, hogy ez eleve rossz volt, működött, de most Putyin ezt fölrúgta, egy olyan helyzet állt elő, amikor ez már nem igaz, és ezt azért revidiálni, ez egy hatalmas stratégiai átállás, és a németek ezt pillanatnyilag éppen csinálják, több kevesebb sikerrel, és ennek része a katonai, a fegyverkezés, Németországban az se könnyű dolog egy fegyverkezési programot elindítani és népszerűvé tenni, és ennek a végigvitele, és mindehhez kell természetesen Lengyelország is. Még egy kérdés erejéig az Európai Uniónál maradnék, mégpedig azért, mert ez a német-lengyel feszültség is mutatja, Fico megjelenése is, Orbán állandó aknamunkája is.
de érezhető, hogy a jövő évi európai parlamenti választások előtt számos európai országban erősödik a szélső jobb oldal. Az unió ellenes, vagy legalább unió szkeptikus szélső jobb oldal, Németország sajnos az egyik példája ezzel az Alternative für Deutschland nevű párttal, amelyik már a második legerősebb, Ausztria még rosszabb helyzetben van, ott a szélső jobb oldali szabadságpárt kifejezetten vezet, és még az északi, a stabil északi szociáldemokráciák is, hát ha nem is esnek el, de egyre sérülékenyebbek, és van, ahol közel vannak a kormányhoz, vagy támogatják ezt a kormányt, vagy van, amelyikben benne is vannak, vagyis általában magunkat szoktuk ijesztgetni ezzel a lehetséges kimenetellel, de közelebb vagyunk az Európai Unió felbomlásához, mint az Európai Unió egy egységes Európai Unió létrejöttéhez? Szerintem nem, de ezt most mondhatod, hogy hát ez az én véleményem. Viszont valamivel alá akarom támasztani azt, hogy én nem hiszek abba, hogy a jobb oldal, vagy a szélső jobb oldal, a populizmus helyi áttörése az egész kontinensen valamifajta egységes hullámot válthat ki. Én nem hiszek a nacionalisták internacionáliába. Ez egy fából vaskarika. Aki Európa ellenes Magyarországon, az egészen másképp Európa ellenes, mint mondjuk Franciaországban. Ha netán Löpen kerülne hatalomra, akkor Orbán megnézhetné magát. Mert Orbánnak ugye az a politikája, hogy ide a zsozsót, és ne nézzétek a kezemet, semmi közöttök hozzá, hogy mit csinálok. Löpennek meg az a politikája, hogy milyen pénz. Én nem adok pénzt az Európai Uniónak, a magyaroknak aztán pláne nem. Szóval nem azért, mert magyarok, hanem mert a francia az első. Így van. America first. Ezt már megtapasztalta más is, aki Trumpra tett, hogy milyen jó Trump szövetségesének lenni. Én szerintem Trumptól ugyanazt kapja dicséretként, mint amit másoktól büntetésként. Tehát nem hiszek abban, hogy a szélső jobb oldal bármit tud produkálni, bármi pozitívat tud produkálni, rombolni tud. Országon belül biztos sokat tud rombolni. Az is elképzelhető, hogy megnehezíti az Európai Uniónak a működését, de ez inkább én egy technikai kérdésnek látom. Tehát az Európai Unió ma már eléggé viharáló. Szóval ma már átélt néhány komoly válságot, és eddig még minden válságból, bármilyen furcsa, megerősödve került ki. Voltak tényleg egészen fantasztikus és egészen drámainak tűnő helyzetek, gondoljuk a görög pénzügyi válságra, amikor mindenki azt hitte, hogy na most minden összeomlik, de az euró az minimum. És nem. És még Görögország is áll valahogy. Tehát még csak az se történt, hogy jó, Európa megmenekül, de Görögország elsüllyedt. És nézzük meg Olaszországot, egy Meloni nevezetű hölgy, aki ugye neofasiszta. Csak egy új fasiszta pártból jött, igen. Egy új fasiszta párt, hát meg most is az a párt tulajdonképpen, és ha megnézzük a képviselői, miket tesznek és mondanak, hát bizony a neofasizmus az teljesen helyén van. De Meloni nem tehet más, mint olasz miniszterelnök, hogy úgy politizál, ahogy, mert egyszerűen az Európai Unió nélkül meg sem moccanna. Nem azért, mert szereti, nem tudjuk, hogy mi megy a fejébe, de józanul fölméri, hogy mik a lehetőségei. És mondom, már egyszer idéztem Berlusconit, aki megbukott. És azért bukott meg, mert az Európai Unió nem volt hajlandó vele többé együttműködni. Két kérdésem maradt, ha jól számolom. Térjünk át az ukrajnai háborúra, és annak is tulajdonképpen az oroszországi hátterére. Már csak azért is, mert Oroszországban is ki tudja hány évet vagy évtizedet töltöttél el. 12 évet. Jézusom. Szóval látjuk, persze tudjuk ezt anélkül is, hogy ott éltünk volna, hogy Oroszország nagy és erős ország, sajnos nem úgy használta az erejét, a képességeit, az erőforrásait, hogy egy stabil demokrácia fejlődjön ki, bár néhány évig élt bennünk a remény, hogy így lesz, nem így történt, de hogy erős és hatalmas ország, ezt változatlanul tudjuk, legyőzni katonailag nem könnyű. Viszont annál nagyobb volt a megdöbbenés, hogy
nem tudta néhány hét alatt elfoglalni Ukrajnának legalább azt a részét, ami elég lett volna a tartós megszálláshoz és egy orosz barát kormány létrehozásához. Ez tehát mindenkinek sok volt, nyilván Putyinnak is, de a dolgok most úgy állnak, hogy az az Oroszország, amelyik átélte ezt a nem győzelmet eredményező sokkot, ami vereséggel is ért föl, mégiscsak túlélte, és úgy látszik, hogy gazdaságilag is, katonailag is valamilyen módon stabilizálódott. Szankciók ide, sikeres ukrán ellenállás és védekezés oda, Oroszországot nehéz megtörni, és ott van még az orosz társadalom is zömében Putyin mögött. Legalábbis nem nagyon látunk vele szemben mozgolódó erőket. Mi van Oroszországban? Erről mit tudsz? Hát ha már a Putyinnal szemben mozgolódó erőket látod, én láttam egy ilyet, Prigozsint, és amikor ő föllépett, akkor meg nem láttam Putyin mellett mozgolódott senkit. Azért azon érdemes elgondolkozni, hogy Prigozsin elindult Moszkva felé, és nem azért állt meg, mert szembeszálltak vele a Putyint védő egységek, hanem mert valami történt a háttérben, Lukasenko valakivel tárgyalt, és a többi. Azért ez se nem Putyinnak, se nem az orosz rendszernek az erejét mutatja. Egy percre kiderült, hogy a király mesztelen. És ugye azt mondott, hogy Oroszország még mindig áll, jó, nem omlott össze. A győzelemtől messzebb van, mint bármikor. Tehát ugye az ő célja, mi volt? Ukrajna demilitarizálása és denácitanítása, ami azt jelenti, hogy egy kormányváltozás, és hát a demilitarizálás azt jelenti, hogy az én kadseregem legyen ott valamilyen formában. Na most erre esélye sincs. Ukrajna örökre elveszett. Tehát még akkor is, ha meg tudja tartani a Krímet, a Donyecket, vagy akármit, ebben nem bízom egyébként. És Oroszországnak az összeomlása az sose úgy történt meg, hogy de legutoljára tán a 17. században, hogy kitűzték a Kremlre, akkor azt hiszem a lengyel zászlót, meg a litván zászlót, hanem úgy, hogy például volt egy krími háború, amely után Oroszország hát eléggé rosszul állt az európai és a világ szintéren, és egy súlyos vereséget szenvedett, noha nem omlott össze. Egyébként, ha már egy történelmi párhuzamot, ez a krími háború, ez alig, ha kevesebb, mint fél évszázaddal volt, a győztes napóleoni háború után, amikor Párizsba mentek az orosz katonák. Na most a második világháborút is megnyerte Oroszország, de ettől még ezt a krimmit simán elvesztheti egy más formában. Ma a győzelemnek vagy a vereségnek egészen más a kritériuma és a formája. Mondom, nem arról van szó, hogy bárhova kitűznek valamilyen zászlót. És én azt hiszem, hogy az Oroszország erős, ez egy viszonylagos dolog. Ugye mi azt mondtuk, Oroszország gazdaságra sose volt erős. Oroszország nemzeti összterméke kisebb, mint Dél-Koreáé. Azért ezek más nagyságrendek, mint amelyekkel nagyhatalmakat szoktak meghatározni, de mindig azt mondtuk, hogy jó, de katonailag ott még igen, mert még a szovjet fegyverek, meg hát egy atomhatalom. Na most megint csak nem tudom, mi lesz a jövőben, de ha megnézem a múltot, a Szovjetunió Afganisztánban súlyos vereséget szenvedett, na ott pont úgy, mint Ukrajnában, nem verték meg formailag, tehát a afgán seregek nem törtek be Oroszországba. De ki kellett vonulniuk. Maradhattak még volna, csak már nem bírták azokat az áldozatokat, egyébként csak csendben mondom, azok az áldozatok nagyságrendben kisebbek voltak, mint ma az ukrajnai háborúban. És az orosz, és a Szovjetunió ezzel összeomlott. És összeomlott a Szovjetunió, és kiderült, hogy a szovjet hadsereg szétzüllött, Afganisztánban a hadsereg szétzüllött, és utána a Szovjetunió, vagy az Oroszország katonai teljesítményét, ha megnézem, volt egy 1,5 milliós Csecsenföld elleni háború, pontosabban két háború, egyiket se tudta megnyerni, hanem végül is az történt, hogy a legnagyobb hadurat, ellenséges hadurat megvásárolta, ma is éppen a gyereke, a fia van hatalmon, és azóta is iszonyú pénzekkel tömi, és gyakorlatilag egy hát minikánság jött ott létre, amelyben az orosz hatalomnak nincs sok
mondani valója, Kadirov többször mondta, hogy az FSB a titkosszolgálat ide be nem teszi a lábát. És hát az orosz törvények se élnek Csecsenföldön. Majd utána volt még egy háború, a Grúzia elleni 2008-ban. Grúzia egy kis 3,5 milliós ország, amelyet Oroszország megnyert ugyan a szója abban a katonai értelmében, de a katonai szakértők számára kiderült, hogy a hadsereg teljesítménye borzalmas volt. Tehát olyan veszteségeket szenvedett, olyan teljesítményt nyújtott, olyan együttműködési hiányok voltak a fegyvernemek között, nem vagyok katona, de hát ezt a szakértők állítják, amelyek hát elképesztőek egy olyan hadseregnél, amely világ szerepet akar játszani, és nem véletlen, hogy a hatékony egységei, az igazán hatékony egységei nemzetközileg is, és az Ukrajnában is, ez egy zsoldos hadsereg. De igen, végeredményben, és akkor ez az utolsó kérdésem, ennek a háborúnak a végével, ami nem tudjuk mikor következik el, milyen világrend áll föl? Egy olyan világrend-e, amelyben a NATO, az Európai Unió meg kell, hogy erősödjön egyszerűen sima önvédelmi érdekből, és vele szemben ott áll majd egy Oroszország, amelyik viszont átvitt és gyakorlati egyre inkább gazdasági értelemben Kína védőszárnyai alá menekül, mert így tudja fenntartani magát és Oroszországot? Én úgy érzem, hogy Oroszország most éppen lenullázza magát. Tehát a NATO anélkül, hogy bármit tett volna, ölébe hullott, ha úgy tetszik, Finnország és Svédország, valamilyen szinten ölébe hullott Ukrajna, még ha nem is NATO tag, az összes olyan terület, ahol Oroszországnak komoly befolyása volt, most azon van, hogy orosztalanítsa magát, a Kaukázusból Oroszország kiszorul, egyébként egy NATO ország, Törökország az, amelyik helyette bemegy. A Közép-Ázsiából kiszorul, most már katonailag is. Eddig Kína csak gazdaságilag volt ott egy komoly erő. Valószínűleg most katonailag pont úgy az ő szárnya alá akarnak menni majd ezek az országok, mint gazdaságilag. Hol van Oroszország? Hol van Oroszország? Hol tud fölmutatni valami olyat, ahol neki befolyása van? Most Kínáról ne is beszéljünk, mert ha beszélsz egy igazán komoly orosz stratégiai elemzővel, és megkérdezed tőle, hogy Kína, akkor azt mondja, hogy igen, hát hosszú távon természetesen Kína a probléma, Kína a veszély, Kínával van egy óriási határunk, Kínával vannak ki nem mondott, vagy néha kimondott területi konfliktusaink, és Kínának van olyan hatalmas súlya, több százmillió ember egy gyakorlatilag elnéptelenedő Szibéria mellett. Nemes Gábornak köszönöm szépen. Szívesen.